Visszatért Kassára a Sárospataki Központú Zempléni Fesztivál. A komoly zenei rendezvény sorozatot alapító világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar mintegy 10 év kihagyás után a Csemadokkassai Városi Választmányának meghívására adott koncertet a Rodostói Ház udvarán. Közel 10 évvel ezelőtt néhányszor volt Kassára és ellátogatott, és sajnos ez a hagyomány megszakadt. És ez évben kitűnő alkalom kínálkozott többek között azért is, mert Rákóczi emlékév van, és ugye Sárospatak és Kassa, az egy két nagyon kiemelkedő pontja, két szeretett városa a Rákóczinak. Ez egy elég sok embert megmozgató fesztivál, minden jegyet eladtunk. Kassai magyarok tulajdonképpen büszkék lehetnek rá, hogy sikerült elérnünk azt, hogy ide egy világhírű zenekar eljöjjön. Kassa Rákóczi emlékév jegyében lett a zempléni régió legnagyobb kulturális, turisztikai és borgasztronómiai fesztiváljának egyik régi új állomása. Sajátosság a fesztiválnak a kirándulás, tehát ez nem egy településen valósul meg, hanem tizenvalahány település 40 helyszínén van idén is a 10 nap alatt 68 program, tehát folyamatosan kirándulni kell, hogy valaki részt vehessen a fesztivál eseményein, és ezáltal a kisfalvaktól a városokig, és akkor ma Kassára is átjöttünk, tehát tulajdonképpen ez a mi lényegünk. A magyarországi Liszt Ferenc Kamarazenekart Kassa főpolgármestere is köszöntötte. Jaroszláv Polacek kijelentette, a több nemzetiségű városban helye van a magyar zenei rendezvényeknek. A zene egy jelenség, olyan jelenség, amely összekapcsolja az embereket, a városokat, a régiókat és a nemzetiségeket, ezért is érdemli meg ez a fesztivál városunk figyelmét, mondja a főpolgármester. A Liszt Ferenc Kamarazenekar repertoáriában a jól ismert Bartók darabok, az izgalmas Dohnányi szerenád és a ritkán hallható Weiner divertimento is szerepelt. Ezt lehet érezni, az ember a vállán, a hátán érzi a közönségnek a figyelmét, a reakcióját, és nagyon, hát nagyon jó itt az udvaron játszani. Nekünk magyar közönségnek játszunk. Nem hiszem, hogy a zene határokat tud szabni, úgyhogy magyaroknak játszunk. A fesztivál szervezői Kassa bekapcsolásával a színvonalas komoly zenei élmény biztosítása mellett hozzájárultak a szlovák-magyar határmenti régiók kulturális turizmusának erősítéséhez is. Érzelmileg mindenképpen több, hogyha a helyszínnek a szellemét azt hozzáadjuk, illetve összeadjuk mondjuk a hallott Dohnányi és a Weiner divertimentókkal, és hát szóval a Kárpát-medencei helyszínek, amikor az ember magyar muzsikát hallgat, magyar előadóktól, ez mindig úgy megdobogtatja az ember szívét. Mi elég gyakran járunk koncertekre, és ez oda tartozik a legfelsőbb körökbe a Liszt Kamarazenekar. Most meg nem kellett utazni, hanem csak ide sétáltunk, úgyhogy ez külön jó. Hát a Kassa azért megérdemel egy ilyen koncertet. A komoly zenéről, a jazzről és a minőségi borokról ismert fesztivál különleges vonzereje és jellegzetessége, a műfaji és területi sokszínűség. Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencsés, több más magyarországi település mellett az idei egyetlen határon túli helyszín Rákóczi városa, Kassa volt.